Kedves közösségünk, a JR Story Magyarország kedvenc sorozatának a Jóban Rosszban a hivatalos háttérműsora. Csúcs, de mit is jelent ez pontosan? A háttérműsor egy olyan műsortípus, amely az információs műsorok családjába tartozik, és a főcsatorna főműsorait hivatott támogatni. Hát akkor ennyit a tankönyvről. A JR Story-ban izgalmas beszélgetéseket hallhattok régi motorosokkal, új kollégákkal, és olyanokkal is, akik csak átutazóban vannak csillagúton. Forgattunk már anyagot a Kelligtárban, bejártuk a stúdiót egy szerencsés nyertessel, és végigkísértük már egy-egy kollégák napját is. A jól megszokott tartalmakon túl továbbra is azon leszünk, hogy minél szélesebb betekintést kaphassatok csillagút és az ott élők mindennapjaiban. És persze érintünk szakmai vagy akár magánéleti kérdéseket, kulisszatitkokat, filmet, szinkron, színházat, hobbit, tücsköt, bogarat. Egy szóval mindent, amitől egy kicsit jobban megismerhetitek a kedvenc karaktereteket megformáló embert. Az aktuális helyzetet maximálisan kihasználva beszélgetünk a kanapéinkon, vagy akár az ételen keresztül. Mert nálunk mindig a vendég a főszereplő. Jóban, rosszban. Figyelj. Szevasztok, drága közösség! Figyelj, benne volt már élőben. Hír média szeret. Mai nap alapvetően szerintem erre számítsatok. Tulajdonképpen egészen 40 másodpercig ezelőtt én békésen ültem itt, mert azt hittem, hogy a bugár fog beköszönni. Úgy, ahogy van, rám tolták ezt a felelősséget. Drága közösségünk, a megunhatatlan, a csodálatos, a farkasok között a piroska, Nagy Kata in the house! Nagyon köszönjük, hogy itt vagy. Annyit még rám bíztak, a Dalinka azt mondta, mindenképp mondjam el, ne felejtsem el, amikor azt mondtam, hogy figyelj, hogy ha bármi technikai akadályba ütköznénk, azt kérlek jelezzétek felénk, nálunk minden rendben van, remélhetőleg minden rendben lesz, de hogyha hanggal valami gond van, akkor azt légy szíves írjátok meg kommentbe, ahogy eddig is, és azt gyorsan tudjuk korrigálni, oké, okay, de nem lesz semmi, minden szuper lesz, és itt vagyunk újra, és itt van a vendég Nagy Kata! Ez már ilyen beköszönős lesz, Budi, nem köszönöm? De nem is értettem, hogy a beköszönésben, vagy a felkomban elmondtad, hogy úgy volt, hogy én köszönök be, de erről én nem tudtam. Persze, hogy nem. De, tudod, de ha hogy szeretnéd, akkor én is beköszönök. Ha szeretnéd, akkor írjátok meg, úgy én is beköszönök. Minél több szívecskét küldötök, annál inkább be fog köszönni a Bugi a végén. Igen, a végén. 1500 szív után beköszönök. Igen, de nagyon-nagyon örülünk, Kata, tényleg, hogy itt, hogy hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen, minden rendben. Igazából én most egy lakásfelújítás közepén vagyok, úgyhogy vannak nehezebb pillanatai. Akkor ez fehér volt? Ez a falszín inspirációja. Tulajdonképpen csak, hogy ilyen megnyugtató, ilyen kis nem impulzív színvásárlás volt, de ja. Remélem, a plafon is piros lesz. A tükör van mindenhol. Úgyhogy én mindenában gondolkodom. Tegyük ki a 18-as karikát gyorsan. Ez fura, hogy ezzel nem készültetek, tudnám, hogy én jövök. De... Várd ki a végét. Vannak, tartogatunk számára a meglepetéseket. Nem tudhatod, mi mindennel készültünk. Ját, nem bízom. No, hát mit szóltok, belekezdünk az elejébe, Darinka? Mindjárt magamhoz térek, persze. Okay. Én még mindig ott tartok, hogy pikk. Oké, akkor figyeltek, jöjjön a... Ne. Tudjátok, jön az izgalmas, dobozos rovatunk. Ezt a sok-sok kérdést mind ti kérdeztétek Katától. Úgyhogy szépen sorba megyünk, aki nem tudja, hogyha még egyszer kihúzunk valami hasonlót, mert azért van benne hasonló, akkor azt dobjuk, és jön egy másik. Azért hagytuk benne, mert a végén sorsolunk, tehát nem akartuk senkitől elvenni a lehetőséget, hogy nyerjen. Anna, menjünk tőled. Okay. Egyébként hadd osszam meg veletek, hogy nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek élőben veletek, mert ugye nem tudom, hogy láttad-e az előző adást, nem. Szabó Sipos Barnabás, na de ilyet nem mondunk, Katácska, olyat mondunk, hogy még amint nem hazamegyek, láttam, de igen, most ez lett volna a programom, de ugye itt kell lennem. Sajnos nem tudtam itt lenni, csak kommentek formájában, úgyhogy most nagyon jó. Ezért nem néztem meg. Bogi Varga kérdezi tőled, szoktál találkozni a forgatáson kívül a kollégáiddal, és ha igen, kivel, kikkel? Hál' Istennek egyébként szoktam, bár mostanában nyilván így a járványhelyzet miatt ez kicsit így kevesebb, mint amennyit szeretném, de szoktam, abszolút.
Veled a férjeddel, nem tudom, hogy rémlik-e ezek a csodás brancsok. Illetve én most nagyon jóba lettem a kis rezidens csajokkal, úgyhogy pár hete... De ti sokat is voltatok együtt. Igen, igen. Úgyhogy pár hete kiültünk egy teraszra megünnepelni a nagy felszabadulást, és megünnepeltük, gyerekek! A nagy felszabadulás, igen. Hát a csajok is hasonlóan jó humorúak. Igen, hát annyira nem, mint én, de azért próbálkozzunk nyilván. De van kitől tanulni, ugye, tehát mesternőjük van. Én ezt is felvállaltam, ezt a szerepet, igen. Igen, nagyon nagy vonalúan, hát majd meglátjuk, mit hozunk ki belőlük. Vigyázz, mert szerintem itt vannak velünk egyébként. Igen, nézem is. Szerintem mindenkitől meg kell ilyenkor kérdezni, tőled is megkérdezzük rád, ha nem is az első, de a második, amikor kicsikét már rutinosabbak voltunk ebben a pandémia helyzetben, az hogy hatott, mi volt a túlélési technika, volt-e? Én az elsőben nagyon optimista voltam, és akkor kezdtem el otthon edzeni, meg mint mindenki ilyen pék szakmát kb. Kitanultam, sütöttem, főztem, mindent csináltam. És neveltél aztán... kovászt? Nem, értem, anyukám nevelt, és azt nézegettem. Kovászt nem nevelünk. Igen, és a második az már kicsit azért úgy rosszabbul hatott rám, tehát ott már minden könyvet kiolvastam, minden sorozatot megnéztem, az edzést hál' Istennek tartottam, de azért nekem szükségem van arra, hogy egyszerűen szocializálódjak, és nem csak az interneten keresztül, hanem hogy a személyes élő. Te szeretsz beszélni, nem? Miből gondolod, Ernő? Egyedül otthon magányosan elképzeljük, hogy állsz a fal előtt. Szoktál? Tényleg? Szoktam, aha. Megy a dumcsi? Aha. És ezt hogy képzeljük el? Tehát ez hogyan így? Állsz a tükör előtt, vagy fal előtt? Vagy hogy nem, magad? Hanem hogy így észrevettem. Ez most egy öngolt. Igen. Tök normális vagyok. Hát mondjuk főzés közben így szoktam így mondani, hogy na akkor ezt most így ide beteszem, és akkor így észbe kapok, hogy ó, hát elkezdődött. Eljött a végkezdete. Te Kata. Mondom is magamnak, te Kata. Egyedül vagy itthon. Így, igen. Sajnos. Figyelj, szerintem vagyunk ezzel így. Én bevallom, én is szoktam néha. De ez megnyugtat, hogy nem vagyok egyedül. Igen, az mondjuk nem nyugtat meg, hogy pont te vagy ezzel. Oké, lapozzuk. Köszi. Na figyelj, Nori Csabai, 27, feltette azt a kérdést, amit soha nem szoktak megkérdezni. Kinek a szerepét játszanak? Ó, klasszikus. Hát, én mondjuk az Ernőit szívesen eljátszanám, ha férfi lennék. Jaj, de jó lenne, mert én nagyon szeretem is ezt a hülye gyereket, amit így beleviszel, ezt a hisztizős, gyerekes, nagyon impulzív hülye gyerek, ez nekem úgy érzem, hogy menne. Alex a tapló. Igen. Lehetnél Alexa. Alexa, ugye? Igen. Itt van velünk Puca. Puca! Azt kérdezi, hogy kocsik van rendben. Éves. Képzeljétek el, hogy jaj, és remélem, hogy ez, aki férfi volt, látja, mert azóta borzasztóan rosszul érzem magam. Történet, mentem éppen a stúdióba, piros lámpánál állok, és így átkocogtat az autóm üvegén egy férfi, hogy húzzam le az ablakot, és így mondtam, hogy biztos. Ki van zárva? Néztem mereven magam elé, csak nem tágított. Azt sem tudom, kik a szüleim. És így ennyire lehúztam, és mondom, mi van? És akkor mondta, hogy hát nagyon fura hangot ad ki az autóm kereke. Mondom, az szuper egyébként. És tök rosszul éreztem magam, hogy így segíteni kiszállt próbált. A pirosnál, vette a fáradtságot, szólt nekem, én meg így neki, üzen azt most, figyelj, üzen nem, neki. Nem akarom a kelleténél jobban megszívni ezzel kapcsolatban véredet, de ez az autó kérdés ma még itt előkerül szerintem. De hogy a forgalomban egy másik autóból jó esélye fölhúzott ablaknál, ha valaki hallja, hogy a te autódnak nem kóser a hangja, akkor azt nem hallod? Nagyon hangosan hallgatok zenét, és ordítok rá. Jó. Leginkább jó. Mostanában ilyen rock zenét hallgatok, úgyhogy elnézést. Ami feszkó, így az úgy segít kihozni? Vagy? Nem, engem csak ez így megnyugtat. És meg ordítasz is rá egyébként? Szoktam néha. Höröksz is? Tudsz hörögni? Tehát ezt a svéd típusú nem húzol be a csőbe. Nem tudok hörögni. Kata tud hörögni, úgyhogy nagyon kérlek benneteket, írjátok meg kommentbe, és ha megérkezik, mondjuk egy 20 darab, elég a 20. Biztosátok a hörögésre. A 20 darab kérés érkezik, hogy Kata hörög, mennyire, 20 darab? Nehogy már nekem kelljen beköszönni a végén, a Kata hörög jön a legyen, ha érkezik 20 Kata hörög komment, akkor a Kata végén elhörög majd tőletek, jó? Köszönjük, nagyon jó kellett. Megkaptuk az első instrukciót újra. Megint túl jó kedvűek vagyunk, és erre tényleg valóban vigyáznunk kell, mert hogyha sokat nevetünk egymásra, akkor nem értik annyira. Bocsánatot kérünk, igen, erre mindig figyelnünk kell. Igen, jó, és jelezzetek folyamatosan, és köszönjük szépen Erzsébetnek, aki jelezte. Brigitta Ajtai,
van olyan, hogy néha úgymond hazaviszed Patricia személyiségét? Ez nagyon jó kérdés. Igen. Mennyit beszélget otthon Patricia Katával? Nem vagyunk jóban egyébként. Nekem nem egy szimpatikus karakter Patricia, megmondom őszintén olyan szempontból, hogy ő ilyen nagyon egyrészt elég könnyű vérű csaj, és én természetesen megközelítőleg sem vagyok ilyen. Illetve ő nagyon erős az igazságérzete, és nagyon szereti keresni a konfliktusokat. Én meg nem mondom, hogy konfliktuskerülő vagyok, de azért úgy igyekszem ezt kordában tartani. És mi volt a kérdés? Hogy hazaviszed? Ez volt a kérdés, hogy haza szoktad vinni Patriciát? Nem Patricia pasiait. Hanem belőle. Patricia jelleméből viszel haza valamit nem, néha? Nem. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk van egy hosszú napod, van esetleg egy olyan indulatos, vagy olyan nagyon meghatározó epizód, vagy egy jelenet, és abba benne maradsz egy picit, hazaviszed, és még mindig benne vagy. Olyan van, hogy egy konkrét jelenet, emlékszem, amikor én bekerültem a sorozatba, akkor volt egy konfliktus köztem a Végjudittal, aki a Dórát alakítja, és kb. Az volt a sztori két hónapig, hogy engem a kórházban mindenki gyűlölt. És jó, pont akkor kezdtem el ott forgatni, alig ismertem valakit, és mindig ezt, és így úgy jöttem haza, hogy Istenem. És akkor erre engem még, senki sem szeret. Erre még az jön, hogy hörögnöd is igen, kell. Igen, mennyit kértünk, mert már jött egy pár, elkezdtem számolni. 20-as, jó, akkor még toljátok, még írjátok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, már 7, már van 7. Van időt felkészülni. Most ezen fog feszülni. Jaj, nem vagy te olyan. Látom, hogy rajta így a szemedben látom a csillogást. Tüzet. Na figyeljük a tám. Tamás, Koncol, szerintem. Lemaradt a teteje, bocsánat, Tamás. Mennyi időt vesz igénybe számodra a forgatás egy nap? Hát ez szerintem mindannyiunknak kedvenc kérdése. Ez teljesen változó. Van, amikor egy jelenetre megyünk be, van, amikor ott vagyunk. Például valamelyik nap csütörtökön bementem 11-re, és hajnal egyig forgattam. Külsőben, zúgó esőben. Szeretsz külsőben forgatni? Nem. Nem. A stábot nagyon szeretem, a külső stábot, de én nem szeretek egyszerűen, én nagyon fázós vagyok. Igen, kicsit kényelmesebb azért a stúdió melegében. Igen, meg igen. Ez a smink busz, meg mit tudom én jobban szeretem, hogyha bent vagyunk. Pedig hát ez a kis filmesebb jellegű. Igen. Már nem úgy értem, hogy filmesebb, hanem tehát, hogy ez olyan, igen. Tehát a stúdió, illetve a kültér között. A stúdió és a kültér, így van. Én is egyébként Kata mellé állok, mert megmondom őszintén, én is jobban szeretek bent forgatni, mint külsőben. Aha. Nem tudom, valamiért valószínűleg a komfortzóna vagy bármi. Szeretem nagyon a díszletünket, nagyon szeretem az irodát, tehát meg az Alex lakás, mind a kettő egy jó tágas tér, és én ott szeretem, ha megvannak a megszokott sarkok, az eszközök, olyan valahogy olyan otthon érzem magam. Igen. És mi ugye nagyon ritkán forgatunk külsőben, tehát nem is alakult ki egyrészt a stábból sem, egy olyan szoros kapcsolat, pedig nagyon jó fejek, ezt én is azt mondom, de hogy emiatt valószínűleg én jobban szeretek bent forgatni. Én külsőben kezdtem. Igen. Külsőben is fehérdelül. Néhány hónapon keresztül külsőben. Tehát a külső stáb ruhában nem biztos, hogy felismerne. Mert úgy kevésszer találkoztunk, de az elején viszont akkor nagyon megszerettem őket. Szóval jó fejek nagyon. Ez nem ezen múlik szerintem, hanem azon, hogy amit az Ernő is mond, megszoktuk mi azt a mi kis zugainkat. Ott igen. Na, igen, oda nyúlok a labdácskához, stúdióban? Igen, de nem ezt a szót kerestem, még csak nem is ezt, hanem díszlet. A csillagvirág. A díszlet. Ezt kérem szépen a doboz. Set, yes. Én jövök. Igen. Nézem az időt. Jók vagyunk. Jól megtudom, és akkor alulról jöhet egy kérdés. Színész akarok lenni blog, kérdezi tőled. Melyik volt a kedvenc jeleneted? Van ilyen? Fel tudod idézni? Egyébként most volt, nem olyan régen. Nem is azt mondom, hogy kedvenc jelenet volt, mert nem volt egy jó, mint hogy jó élmény. Óvatosan, ha nem olyan régen volt. Az már régen volt. Ja. De a Kellerrel volt a szakítós jelenetünk, és nekem az nagyon meghatározó volt, mert egyébként a Csabival egy nagyon közeli viszonyba, baráti viszonyba kerültem, én nagyon-nagyon megszerettem őt. És mit nem ad a sors, pont akkor voltam én is olyan helyzetben, hogy azért már így éppen, és pont olyan szövegem volt, és pont olyan jelenet, hogy így egyszerűen én elemi erővel hatott rám, és a végén nem volt írva semmilyen sírás, de mind a ketten Csabival elsírtuk magunkat, és utána így megöleltük egymást, ott akkor a stáb is így csendben volt, ők is úgy jöttek, és én tök megható szép pillanat volt, de úgyhogy jó, így ez... Te használod terápiára a színpadot, vagy igen, vagy a szövegeidet? Abszolút. Igen, abszolút. Hát akkor ez egy
Ez egy jó terápia ez egy, volt, de azért szíven ütött. Mit tudsz jobban terápiás jelleggel használni a színház? Hát, ne, jó, oké, be se fejezem, egy hülye kérdés, a színházat nem, mert itt a sorozatban nincsen nekünk arra időnk feltétlenül, hogy ez tényleg nem ezt mindig, igen, ezek igazi ajándékok, ezek igen. A... De örömet is, bánatot is? Tehát, hogy szépen mindent bele tudsz pumpálni egy próba folyamatban? Igen, szerencsére. Közben számolom a hörgésedet, miközben ne aggódjál. Szandi Fábián, milyen volt az első napod a sorozatban? Emlékszel rá egyébként? Vajjaj, az első napomon egy csókjelenet volt a Marton Robival. Ez mikor volt, Katáska? Szia, Marton Robert, nagy Kata. Ez 2015 novemberében volt, és a poén az volt, hogy én akkor megkaptam a szövegeimet, ami hát nem volt egy kis mennyiség, és én abban a sorrendben, ahogy ott akkor úgy volt, megtanultam. De az egészet... mert streamer vagyok az egészet, és bementem forgatni, és mondták, hogy a jelenet, nézem az elsőt, és mondták, hogy ez nem az. Hát ja, attól, hogy ilyen sorrendbe kapod, még nem ilyen sorrendbe beszéltek. Jó, nem baj, megtanultam mindent. Melyik lesz az első? Hát a csók. A csók jelenet, ezt javaslatok már. És akkor én úgy azt hittem, hogy jó, majd lent lesz a rendező, meg az operatőr. Hát nem, hát kint volt az aktív, meg körülbelül 70 ember, mert mindenki jött megnézni az igen, új rezidenst nyilván. És jött a Marta, szia Marta, szia, és Robin látszott, hogy nagyon próbált nagyon vigyázni rá, meg, hogy nehogy véletlenül nekem kellemetlen legyen, de hogy itt az egész ilyen borzasztó. Szóval nem Robi miatt, Robin nem a szituáció, meg ilyenkor azért igen, azt tegyük hozzá, hogy ilyenkor, ahogy a Kata is mondta, nagyon sokan vannak a stúdióban körülötte. Tehát úgy kell elképzelni, hogy adott esetben 20 páran ott állnak a kulisszában, és nézik. És igen, akkor tessék, Kata, csók, lehet? Igen. Igen. Ez kós volt. Yeah. Nektek is ilyen szokott lenni a csók? Ja, ez már így. A férjétel? Mi a Bozsó Petivel melegítettünk be igazán. Na jó, de hát a Bozsó Peti konkrét, tehát azért szerintem egy darabig bírtam, ha csak csók. Igen. De megmondom őszintén, hogy nekem is nagyon nagy szerencsém volt vele is, meg egyébként az Ernővel is, mert mindketten úri emberek, tehát hogy tényleg... Csak úgy mondtam. Katalin Szécsi, formált téged Patricia karaktere is fordítva, hatása voltatok egymásra. Egy picit úgy beszéltünk, de hogy van-e konkrétan valami olyan tulajdonság, ami ráerősítette a te gyengeséged esetleg? Egyébként azt, hogy kiálljak magamért egy kicsit határozottabban bizonyos szituációkban, az igen. És nekem már volt ilyen gósza gondoltam egy-egy szituációban, hogy ezt lehet, hogy Patrici is így csinálta volna, és lehet, hogy azért csinálom úgy, mert egyébként, amit ugye mondtam is, hogy van hatással rám egy adott jelenet, és pont olyan jelenetem volt, és úgy voltam rá, hogy na most akkor én megmutatom, hogy a doktor. De oldottál is meg már élethelyzetet Patriciából? Tehát olyan nem volt, hogy állsz a, mit tudom én, a valamelyik nagy hiperbe, és rátolja a sarkadra, vagy... Hát akkor vagy ölök, az nyilvánvaló. De te ősz vagy Patriciában? Én. Nem, csak kifejezetten, mert ez tök jó, hogy azt mondtad, hogy hát, hogy a határozottság. Csak azért gondoltam, hogy mert ez egy ilyen tök jó... kettős lehet, hogy ezt mit is csinálna most a Patricia? Egyébként negatív értelemben volt már ilyen párkapcsolatban, hogy a Patricia szerintem rettenetesen hisztis, és emlékszem, hogy nagyon sok jelentet vettünk fel, amikor éppen szegény Kellert, azt sarasztam, mint állat, és hazamentem, és még mindig ilyen voltam, hogy ismerős. Pattogtam. Ezt miről beszélsz? De azért az is nagyon érdekes lenne, Alex te gondolkodnál el bizonyos helyzetekben. Mit is csinálna most Fehér Roland? Az böri. Az is elég kemény tudna lenni. Mit is csinálna most Roland? Hazaszólok a szeretteimnek, hogy édesanyám, hogy a kedves rapacskámat, a gyönyörű feleségem, hogy gyakorlatilag tőle bármi jöhet. Gyerekeket állítsd, oda szépen. Ott meg is szerettem. Pedig néha átfut az agyamon. Ugye? Kinek nem. Jó, de azért ez nagyon sok év neked is. De nem feltétlenül, tehát nem arra gondolok, hogy azonnal elásnél. De. Mondd ki, na, mondd ki. De. Sok embert elásnál? Itt felvállalhatod. Nem, de azt az ötöt, azt nagyon mélyre. Nem tudom felsorolni a sorrendet, mert akkor... Nem na, olvass el inkább, olvass el. De majd viszünk neked levest. Shek Adri, volt kínos szereped a sorozatban?
pillanatra gondolunk, igen. Volt olyan, amikor éppen a rezidens vizsgámat tettem le, és előtte nyilván a macsekban melegítettem, mint ahogy vizsgák előtt szokás, és meg valami kókuszgolyó evő versenyt folytattunk. Nem tudom, hogy milyen indítatásból, de hát nyilván ez vizsgahelyzetben remekül jön. És még ott a macsekban rosszul lettem, és belehánytam egy nőnek a táskájába, akiről később nyilvánvalóan kiderült, hogy a vizsgabiztosom volt. Erre emlékszem. Igen. Úgyhogy ez elég kínos volt, illetve utána, emlékszem, hogy külsőben ráadásul volt a vizsgajelenetem, ahol a vizsgabiztos nyilván pikkelt rám, mivel belehánytam a kedvenc, nem tudom, Louboutinjába, és olyan volt a jelenet, hogy így daráltam a szöveget, ő meg csak jó következő, dara, jó következő, és retteltes volt, és szerintem valami 4 jelenet arról szólt, hogy egy-egy mondatot mondott, én meg így ezt szakszöveget így. És gyakorlatilag megakasztott. Igen, megzavart a partnerek. Igen, azokat jó monológra írni, mert igen. Akkor nincs az, igen. Hogy értem. Igen. És akkor honnan is? Igen. Azt meséld már el a kedves közösségünknek, mert nem mindenki tudja, hogy neked van egy tesód, aki igazából orvos, és mindig szoktad mondani, hogy te sokkal gyorsabban orvos lettél, mint ő. Van egy fiú ikertesom, Lackó, és ő az Egri Kórházban rezidens most, és igen, hát szóval, hogy ő azért úgy végigjárt az egyetemet, de mondtam neki, hogy én nem tudom, mit műveltél te ott, én már rég rezidens vagyok, azóta szakorvos, szóval így. És ő most egyelőre általános orvos? Vagy igen, általános igen. Orvos. És ő szakirány? Ő érsebész szeretne lenni. Oszt! Wow. Az jó. Hát életem a szép, ő meg az okos. Ezt így szóval mondani. Azért vegyül az. Lackóról láttunk már képet, és a te képességednek is is nehéz. Hol nem van pénz? Befejeztem a mondatot. Attól merezidens, attól még lehet szép. Bogi Varga, én ma csak a te kérdéseidet húzom ki. Ki a példaképed? Jó, és a második? Jó, a Dani után. Nekem az anyukám egyébként, ez nagyon ilyen sablonos válasz. Nem, egyáltalán nem. Nekem anyukám ilyen non plus ultra, és pont a nyár, nem, de hogy a nyáron, még a tavasszal, bár hát most nem tudom, milyen évszak van. Nem, de ősz, nevezzük ősznek. Igen, ezen a kora téli napon. Egerbe eljött hozzám egy pár barátom, és ők akkor találkoztak először anyukámmal, és pont mondta a barátném, hogy hát a fiú. Hát azóta is meg vannak őrülve anyukádért, hogy már látják, hogy honnan tanultad, hogy ez a kisugárzás, hogy az a nő, vagy hogy pörög, és egyébként csodálatos, tehát, hogy ő... Nézd a fiúkat! Mutassa a képet! Hogy és a barátjukatok is? Nagyon-nagyon-nagyon baráti a kapcsolatunk, és imádom, mert rettentesen talpra esett, olyan kis sugárzása van, hogy így mindenkinek tényleg leesik az állat tőle, tehát hogy egy nagyon-nagyon dekoratív nő, de ugyanakkor, hogyha rád szól, akkor az úgy haptákba vágott magad, így nincsen pártom. Érdekes. Egerben laknak? Igen. Akkor te egri lány vagy. Így van. Erről már beszéltünk is, hogy kicsit így kellene. Egri leányka. Az egri leányka. Bizony. Nagyon szeretem. Mennyit jársz haza? Egyébként 2 hetente vagy, van hogy hetente. Nem, 1 óra. Hipot megjárom. Megyünk gyorsan egy kört, mert én vagyok a rozsdzsaron, nézem az időt. Úgy, itt figyelj, itt repül az idő. Igen. Jóbározban fan, 26. Hogyan kerültél be a sorozatba? Szóltak, hogy lesz egy casting, és elmentem. Akkor még csak egyszerűen a casting szobába felmentem, felvettek videóra. És talán volt... Igen. Leültem a kanapéra, nagyon fura volt. Aztán volt több forduló is. Jó, akkor mondom a másikat, várja. És akkor nem tudom, volt vagy 3 forduló. Azt voltatok együtt. Az időszakor. És a legvégén 4 maradtunk, azt hiszem. És akkor már tényleg akkor is ilyen nagy felhajtás volt, kint volt az aktívtól kezdve. Mindegy, 4 színésznő küzd egy jóban, rosszban, hogy szerepél. Már ott tényleg az már egy ilyen, de jó. Igen. És akkor úgy, akkor már lent a stábbal, a Marton Robival, meg a Kondákos Zsófival volt jelenetem. És küzdöttetek. És küzdöttem, igen. A másik 3 lánynak eltörte itt-ott egy csontja, de végül megkaptam. Jó, ez belefér. Hát nem. Még mindig nem ásom el, mint Dani. Egerben puszilnak téged egyébként. Egri Kórház szívecskét is kapott. Oda néz. Sajovics Katalin, Kata, mit fogsz csinálni nyáron?
Ó, ez ha egy nagyon egyszer jó lesz kérdés. Nyár, ugye? Hát mindenképp, hogyha lesz le lehetőségem, akkor szeretnék utazni valahová, mert nekem ez nagy szívszerelmem az utazás, meg a tengerpart. Országon belül, vagy mennél most egy kicsit távolabbra? Most mennék azért távolabb is. Nem kell, hogy nagyon távol legyen, de legyen tengerpart. Van kedvenc helyed? Tengerpart mondjuk, amit úgy, ahol többször visszajártam. Van Cipruson, még csak egyszer voltam ott, de egy Nisszi Beach. Igen. Szép. És ott ilyen elképesztő, tehát mint hogyha nem is tudom hol lennél, mint egy filmben, tehát tényleg gyönyörű, tiszta a víz, és olyan meleg, mert én egyébként mindig fázom, igen, mint annak. Igen. És ott azért egy 32 fokos víz van. Az tehát, az hogy abban, hogy belegelezés. Amikor nem történik a testeddel, a H2-on kívül semmi, nem hűl le, nem elegszik föl, tart. Csak csobog. Csak úgy. Lettem valami hely, ahol voltál? Törökország. Aha. Igen, Törökország volt. Többször visszamész? Tehát, hogyha megtetszik valami, akkor olyan visszajárás? Olaszországban voltunk sokszor gyerekkoromban, ott kempingeztünk. De nem. Én szeretek új helyeket kipróbálni. És akkor most kemping, vagy inkább valami... Kemping nem. Az meg volt. Nem öreg vagy, hanem kényelmesebb vagy most így már. Van. Ez így korra jár. Pont most, amikor jöttél, azon gondolkoztam, hogy mind a ketten kerek évfordulót ünnepeltünk, de sajnos nem ugyanaz. 20-30. Így van. Ja, igen. És egyébként mi a vágy? Biztos nagyon sok van, de hogy mi az, amit most meg tudnál nevezni? Van a Bahamákon egy hely, gyerekek, ahol a tengerben malacokkal lehet úszni. Igen, ilyen az. Kis röfik, kis rózsaszín röfik. Oda megyek egyszer. Jó. Oda megyek, ott keresetek, hogy itt... Na, akkor ott most felkészülhetünk a hörögésre. Nem. Igen. Nagyon rossz hiányú lehetünk. Kis malacokhoz hörögni. Azt tudod, hogy ebbe a zsákutcába bementél, és lement mögötted a kapu. De most már így, hogy eltelt az idő, sajnálom. Nem tudod, mi minden vár rá. De jó. Nem tudom, lehet, hogy volt már, vagy hasonló volt. Patrick Petra kérdezi tőled, melyik szerepet játszott szívesen, a rosszat vagy a jót? Rosszat. Rosszat. Én mindig egyébként sokkal jobban, nekem mindig valahogy színházban mindig két pólusát kaptam. Tehát vagy a kis naíva, kis szerelmes, kis kedves, vagy az az őrült, szexmániás vadállat. Tehát, és mindig a B-verziót szerettem jobban. És mindig azokat, akik nem ezek az ilyen kis kedves, jó szándékú. Egyébként ezt szoktam felhozni pont. De jobban szeretem a rosszat. Szerintem az izgalmasabb. Aláírom. Kétségtelen, hogy több van benne, de azért megcsinálni úgy egy jókora... Mert ez mert ugye mindig azt mondja, hogy jó, meg rossz. A kettő között azért szóval nagyon nagy az átmenet. Tehát egy jót is meg lehet úgy csinálni, hogy azért úgy néha azt mondják a nézőtérről, hogy most... Így van. De hát ez olyan szép legény, most mit csak hogy a lánynak a... Ja, ne, semmi, csak egy... Tehát, hogy azért ezeket lehet súlyozni, és az is izgalmas, azt gondolom. De te is egyébként így a... Nem tudom, nem mondhatom meg nektek azt a hasonlatot, amivel a Kata azt a nézését szokta illetni, például most nézett, mert az tényleg... Az amit stábon belül már egy kicsit... De hogy neked alapvetően is van egy olyan... The resting bitch face? Resting bitch face, hanem a... Hogy is? Tehát, hogy van egy olyan cinikus... Tehát tudsz olyan cinikusan nézni, ami szerintem egyébként tök jó, hogy nem tudod eldönteni, hogy most hello, vagy... Igen, kicsit ilyen szomorú. Nem köszönöm. És akkor erre most Orsi Emese kérdezi, milyen voltál kamaszként? Köszönjük ezt a kérdést. Ez nagyon jó. És most kapcsoljuk édesanyját. Tudna mesélni, nagyon rossz gyerek voltam, borzasztó, rettenetes, én állandóan bulizni akartam, mindig a fiúkkal voltam jóban, úgyhogy... Nyírtátok egymást a tesóddal? Gyepáltam, igen, szegényt egyébként. Yeah. Ő kicsit ilyen kockább volt, ő nagyon szeretett számítógépezni, meg nem is tudom, olvasni. Én meg azért úgy, benne volt a bugi, én nagyon szeretek olvasni, de benne volt a bugi a lábamban, tehát voltak ilyen, gyere haza négy szíves éjfélre, és így hajnal négy, tehát hogy így... Verekedés, monokli, detoxikáló... Detoxikálóban voltam egyszer. De nem azért, amiért gondolnád, azért az akkori barátomat kísértem el, aki szerintem még csak az sem, azt hitt, hogy szénmonoxid mérgezést kapott, mert egy fura szagot érzett, mondtam, hogy a szénmonoxidnak nincsen szagad, akkor menjünk be, és beküldtek minket a detoxba.
És beküldtek minket a detox, és ott töltöttem életem szerintem legrosszabb éjszakáját. Én is ott töltöttem életem legrosszabb éjszakáját. De nem ezért. Nem, én pszichmérgezésre voltam. Ja. Mennyi időm a köztetek a tesóddal? 5 perc. 5 perc. Az ő javára. 5 perc. Olyan érdekes egyébként tényleg az ikreknél, hogy nekik igen, ez annyira nagyon fontos, hát, hogy kijött ki hamarabb. Mert ő tényleg mindig mondja, hogy a bátyád. Hagyjál. Lehet, hogy így tudod, hogy igen, menj. Ezért lettünk koraszülöttek, mert ez a hülye gyerek ki akart jönni először. Kösz. Minden is látszó, tényleg. Anyukád ebből a szempontból is hős. Igen. Tényleg. Képzeljétek, záporoznak a szívecskék. Nagyon köszönjük. Engem nagyon meglep, de... Egyébként a családban valahol akkor így kell? Nincs. Vagy? Nincs. De érdek, de hogy dédszülő, szép vagy szülő... Vagy most lesz, semmi? Ugye? Nem tudunk róla. Érdekes. Mert azt mondják, hogy ugye az a... Tehát, hogy az a így, két generációnként, tehát nekem nem a gyerekem lesz siker lehet, hanem majd az unokáim. Örülné neki, hogyha ikreid lennének? Nagyon. Vagy? Igen? Egy fiú lánynak egyszerre letudni, ilyen is, olyan is, szerintem az kiváló. Meg mondta anyom, hogy jól el voltunk egymással, nem kellett semmit. Nyilván megszépítik az évek az emlékeket, de... Mit nyomogatsz? Mit nyomogatsz? Egyébként jó, hogy nyomogatsz, figyeljetek. Próbáltam hát ez a, kör, ez a kör már nem tud lemenni. Viszont van egy új rovatunk, képzeld el. Ez mindenkinek új lesz. Nektek is? Igen. Igen. Nekünk is. Kérdeztek tőled, képzeld el. Úgyhogy nézzük. Jóban, rosszban. Benne egy olyan kérdésem. Igen. Megoldottuk azt, hogy hallja a kérdést. Meg hát. Jó, akkor jó. De nem szóval. Tudjátok, hogy nem hallom. Nem hallja. Nem, csak hogy tudd, hogy miről van szó. Megkértük a kedves közösségünket, hogy ha van kedvük, akkor kérdezenek tőled személyesen egy videó formájában. És érkezett pár videó, úgyhogy ezekből mi kiválogattunk kettőt, és ezeket most bejátszunk. Jó, nagyon jó. És akkor személyesen van egy pici kapcsolat velük, és akkor meg fel tudják tenni egy videóban az ő kérdésüket feléd. Úgyhogy szuper. Jöjjön az első, oké? Okay? Szia Kata, nekem két kérdésem is lenne hozzád. Az egyik, hogy hány évesen volt az első párkapcsolatod, és az hogy kezdődött, és hogy ért véget? A második kérdésem pedig, hogy mi a legcikibb iskolás és a legcikibb nyaralási sztorid. Előre is köszönöm a válaszod. Jó, nagyon kedves vagy. Nagyon helyes vagy. Nagyon köszönjük. Hú, az első kérdés az volt, hogy mikor volt az első párkapcsolatom? És hogy ért véget? És hogy ért véget? Hát a legelső párkapcsolatom szerintem kb. Óvodában kezdődött egy Máté nevű csak fiúval. Óvatosan, csak óvatosan. Akivel egymás mellé toltuk az ágyunkat, és megfogtuk egymás kezét. És ezt így nagyon elvégett. De ez így megvan? Tehát, aha, hogy megvan a kép, ahogy toljuk Mátéval, tehát ahogy bútoroztok össze. Itt tulajdonképpen igen. És azóta találkoztatok? Nem, még, nem, de ha látod valahol Máté, kérlek, írd rám. Nem, aztán hát valószínűleg beleszerettem valaki másba, valami középső csoportosba. Ja, persze mindig. Nyilván, aki benne a sarokba egy. Igen. A magányos farkas. És mi volt még a... A cikis élmény volt, és a nyaralás? Nyaralás, igen. Hát csupa cikis. Cikis nyaralás. Hú, gyerekek. Én amúgy nagyon sokat égetem magam, de szerintem legutoljára az volt, amikor Törökországban voltunk, egy ilyen all-inclusive szállodában, és úgy voltunk vele, hogy hát rajtunk nem gazdagodtok, meg majd mi kiszunk benneteket a vagyonotokból, úgyhogy én így masszívan a 40 fokban rámentem a gintotóra, mert mi baj lett, de mi gondoltam, hogy úgyis higítják, fele-fele arányba ez gyerekek. Az. Persze, azt úgy megküldik. Lehet, hogy érezték, hogy mi a cél, mi igen, a terv, és akkor... Ugyanaludtam a medence szélén hasom, hogy utána felkeltem, és végig itt voltak. Ezért tudjátok, a szűrőnek itt nyom, majd még így az arcomon is. Úgyhogy volt egy tiszteletköröm a medence körül, amit ilyen szépen így megjártam. És azóta is szól még gintotot? Amúgy igen. Na, akkor nincs nagy baj. Neked azért fannusom nagy barátnőd lehetne, mert igen, ő úgy kever, hogy a családban mindenki azt mondja, hogy valaki, majd valóban, én keverek, te nem keversz. Te nem keversz. Valóban. Tehát a fröccs az úgy van, hogy...
Hát ezt itt tudjátok. Igen. Bor, és akkor kész egy kicsit szó. De minek? Megszínezi. Megszínezi. Tenném hozzá, hogy egyébként a Kata is hasonlóképpen keveri a gin tonikot, mert volt már arra is példa, hogy mi gin tonikoztunk nálatok, és mesélj csak el, hogy az én férjem uram. Hát, hogy Attus az egyszer csak így töltögettem neki, hogy hát érezze jól magát. És egyszer csak, egyszer csak beszélgetünk Annával, Atti meg így. Olyan jó tanult ez a drága ember. Mondtuk is, hagyjátok, hát igen, sokat dolgozott, pihenjen a magas ember. Majd mi beszélgetünk, hogy látszunk ki volt. A gin tonik. Na van még egy. Na. Még egy kérdés. Sziasztok! Kata, az lenne a kérdésem, hogy hasonlítasz-e a karakteredhez, és ha igen, akkor miben? Jaj, nagyon ügyesek voltunk. Ezt egy picit megválaszoltuk, de azért válaszoljunk még igen. Egy kicsit. Nagyon hasonlít a kinézetünk egyrészt, mindenképp megszól a másik szinten, illetve, hát hogy is mondjam, én is közvetlen ember vagyok, és igyekszem mindenkivel kedves lenni, viszont amit mondtam is, hogy én nem vagyok ennyire konfliktuskereső, úgyhogy én nem balhézok annyit. Szerintem így ez a két legfontosabb különbség is. Kérlek, hasonlít. Most ilyen közelről. Ugye? Aha, igen, van közelről. Eddig nem tűnt fel, de tényleg. Aha, tényleg. Igen. Hát jó, és még meg a haj, tudjátok, azért nem. Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elküldtétek nekünk ezt a videót, vagy ezeket a videókat, és tényleg bátrak voltatok, és ezzel elindult egy új rovat, nem tudom, melyikbe kell beszélnem, de valamelyikbe beszélek, és szeretnénk nektek cserébe elpostázni egy dedikált autogramkártyát, amit Kata aláírt. Ezek azért lesznek érdekesek ezek a kártyák, mert ezek egyedik lesznek, mert minden műsorban a vendégünk aláírja. Oh, úgyhogy ezeket mi is be fogjuk. Szerezd meg hát mind. Úgyhogy legyetek szívesek, majd küldjetek el nekünk valamilyen e-mailben, messengeren, valahol a neveteket, a címze, hogy mondják ezt, a postai neveteket. Igen, mert sokszor elküldi, azt kérem, hogy küldjék el a címet, elküldik, és akkor nézem a név, kukac, nem tudom, kis akármi. Mm. Szóval, hogy nevet is küldjetek, kukacra, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Tudod, mit lehet majd ezek, bocsánat, kártyákkal csinálni, mindenki össze lehet gyűjteni, és lehet még cserélgetni. Persze, ez a jó benne, hogy mindig játszatok, mert soha nem egyforma. Nagyon jó, hogy ilyen bátrak voltatok egyébként, bocsánat, csak ezt akartam megmondani. És ez tök jó, mert akkor kicsikét a többiek is látják, hogy nem egy olyan nagy, hogy leültök, fölteszitek a kérdéseteket, azt itt mi betoljuk, és akkor van mégis egy. És itt vagytok velünk. Igen, az első. Ez volt? Pontosan ezt szóltam. Na, figyeljetek, ha már az autogramkártyáknál tartunk, a kérdezőknek is jár, ki szoktuk sorsolni, csak most gyorsan vissza kell tenni a kérdéseket. Varga Bogi nagyon aktív volt. Igen. Sietünk. Nyomjál még valami spotot. Nem, már mindjárt erős, önálló nők vagyunk. És ez egy másodpercig nem volt kérdés. Hogyha esetleg tetszik nektek a műsor egyébként, ami szerintem nagyon köszönöm, a Katának köszönhet, ismét egy nagyon frenetikus beszélgetés kerekedik. Mindenképp osszátok meg az élőt, hogy minél több emberhez eljusson, mert nagyon sokan még mindig nem tudtok arról, hogy egyébként mi leszoktunk így ülni két hetente jó eséllyel a kanapéra, és szoktunk mindig meghívni valakit, valaki érdekeset, valaki olyat, aki még nem sűrű járt nálunk, és azokkal mindig egy picit beszélgetünk magánéletről, kulisszáról, erről, arról, úgyhogy mindenképp osszátok meg, és tartsatok velünk folyamatosan. És most csatlakozom hozzád, hogy igen, valóban vannak olyanok, akik most vannak itt először, mert már elkezdtek kérdezni. Lesz egy olyan rovatunk, ahol csak az élő kérdéseket fogjuk figyelni, úgyhogy izzítsátok a billentyűzetet, várjátok meg a pillanatokat, és akkor pörgetni fogjuk. Az körülbelül egy olyan 20 perc múlva lesz. Van, jó? Na, vagy. Kata. De lehet, hogy a következő percekben. Nálunk semmit nem lehet tudni. Kérlek szépen húzzál ki három darab szerencsés nyertest. Három darab szerencsés nyertest, és olvast fel a nevüket. Én mindenkinek igen. Nagyon szorítok, de most Boginak, ha megengeditek, akkor különösen. Igen, nagyon. Élőben is kérdezett, és két kérdését húztam ki. Hajrá! Clarissa Acsai. Nagyon gratulálok!
Jobb a rosszban fan 26. Ez az! Erről beszéltem, hogy küldjön egy nevet is. Úgy érzed, hogy a postai címben a jobb a rosszban fan az már. És Varga Bogi! Figyeljetek! Én nagyon örülök, hogy kihúztuk a Bogit, de a Boginak jár a videóért egy kártya, úgyhogy húz valaki más. Jó. Oké, ez a jó szíve. Ugye? Deák Edina. Gratulálok! Akkor küldjetek nekem mindent, hogy küldhessem a kártyát. Köszönjük, hogy velünk játszottatok és kérdeztetek. Köszi! Hát tudjátok, hogy mi következik? Na, Kata! Na! Szóval, nem láttad az előző adásunkat, ugye? Már bánom. Így jár, aki nem nézi. Annyit mondanék így előjáróban, hogy a, ugyebár ugye a tesódáról beszéltünk, hogy ő is a szakmában dolgozik, ahogy te is, az egészségügyben. És nagyon, nagyon bízom benne, hogy azért egy-egy ilyen vasárnapi ebédnél megosztotok egymással egy-két újontanulmat. Például, egy, itt gondolok akár egy kis latinozásra, vagy bármi. Tehát az ilyenkor talán majd jól jöhet, és én bízom benne, hogy ez valóban így volt, és ezt majd használt veheted az elkövetkezendő percében. Még nem. Jó? De. Nem, még nem. Még nem tudok mennyi lehet ezt okozni. Ez még a benned lévő gyűlöletnek csak az előszobában. Jó. Mindjárt meg tudom, mi a feladat. Szóval, készültünk neked nagyon aranyos latin szavakkal, amik valamilyen módon kapcsolódnak az anatómiához, fogalmazunk ki. És ezek nagyon bízunk benne, hogy te tudod, hogy mit jelentenek. Inkább, vagy mondjuk úgy, hogy inkább bízunk abban, hogy nem tudod, hogy mit jelentenek ezek a szavak, viszont erről egy percet van beszélgetni. De úgy, mint aki ennek a professzor a legnagyobb tudója. Oh, yeah. Tehát egy percen keresztül az a cél, hogy te beszélj erről a fogalomról, és ezt fejtsd ki. Aha. Jó, bőven, egy percig, jó? Úristen, megígérjük, hogy nem fogjuk az ilyen közbeszólásokkal megakasztani a gondolatmenetet, de egy percet monologizálhatsz. Úristen. Szólj, ha megvagy, várj, nyugodtan így el egyet. Hozzak még neked inni? Nem kell, vagy hát mit van? És keverjek valamit. Gintotó. De ezért sokat ne hagyjuk gondolkodni, mert az... Szólj, ha megvagy, jó? Essél bele. Megvagy? Hadd menjem. Oké. Na figyelj. Már elolvasni is nehéz. Parancsolj. A tibia. Jaj, hát a tibiával van egy nagyon vicces történetem, amikor még éppen orvostan hallgató voltam, akkor volt egy nagyon klassz bulink, amikor is el kellett mennünk egy másik koleszba, ahol éppen mindenki tanult a tibiáról. És még így mondtuk, hogy Jézus, gyerekek, hát mi már 1000 éve vettük ezt az anyagot, nekünk ez nem kihívás, hát majd mi a tibiát megtanítjuk nektek. Egyébként is nagyon egyszerű, hiszen én mindig valamiről egy ismerősről szoktam megjegyezni, és akkor tibi, tibia, letelt az egy perc, jó? Nem, csak most a kedves nézők látják a megfejtést. És akkor bementünk ugye a tibiáról kicsit kifejteni a véleményünket, és tulajdonképpen a tibia az a gerinc mentén folyó kis idegeknek az egyik része. Ezt most nektek nem akarom bővebben kifejteni, mert tudom, hogy egyáltalán nem értetek hozzá, és nem akarok zavarba hozni benneteket, de hogy ezt nekik is így elmagyaráztam éppen, és pont mondtam, hogy nekem volt már egy ilyen műtétem, ami sikerült! Jó, ez igen, Katáska! Igaz nagyon történet jó alapján. Kíváncsi vagy rá, hogy mi volt a tibia? Na mi? Na? Sípcsont. Hát majdnem el. Nagyon. Ott voltál a vászszerkezetnél. Igen. Tesóm nagyon büszke rá most valahol. Hogyha szerintetek Kata ügyes volt, akkor küldjetek egy szívecskét. Légy szerintem szín. Nagyon. Jó, és van még szó. Ez volt a bemenegés. Van még a tansolyban. Új gyakorlat volt eddig. Na figyelj, megyünk is, jó? Nem látszott. Figyelj, jön nagyon jól csináltad. Nincs több sztorim. Majd lesz. De ő is lássam. Micsoda? Ő is lássam. Persze, hogy látja. Na figyelj, Kata, akkor elindulunk, oké? Nagyon izgulok. Jöjjön a következő. Hány ilyen lesz? Nincs sok. Semmi nem vészes. Kérlek szépen labium.
Lábium. Lábium, hát a lábium, arra emlékszem. Igen, egyszer a Csillagvirág klinikán, képzeljétek el, hogy behoztak hozzánk egy beteget, aki azt mondta, hogy ivott valami nagyon furcsa folyadékot. De nem tudnám megmondani, de hogy úgy elzsibbadt tőle a lába. És így gondolkoztunk rajta, hogy behívtam konzíliumra a Pongrácz Pétert, hogy vajon mi lehet az, amit folyadék és elzsibbad a lába. És így gondolkoztunk alkoholon, gondolkoztunk ezen, azon, de mindegyikre azt mondta, hogy nem, hogy ő nem ivott. De hogy van valamilyen olyan furcsa keverék az anyukájának, egyébként anyukáját Isten nyugosztalja, 2 éve temettük el, és hogy neki volt egy ilyen nagyon különleges koktélja, amit ő mindig lefekvéshez használt, és hogy volt benne egy kis válium. És mondtam, hát igen, de hogy mi adjon ide a lábhoz a válium, kérdeztem én, és akkor mondta a Pongrácz Péter, ugye már ő benne volt a szakmában, hogy ez egy nagyon híres láblazító a lábium. Tapsot is kapom. Zseniális vagy. Ez nagyon jó volt. Nagyon remek volt. Volt. Figyelj, ha azt mondjuk, hogy lábium, te beszélsz nyelveket. Oh. Lábium. 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 Mi jut eszedbe? Lab. Labium. Da. Biztos láttad már felírva olyan dologra, amit sűrűn használsz. Ez sűrűn használod, annyit. Adjuk ilyen támpontokat. Ezt sűrűn használod. Most is hát nem ezt, most is használtad ilyet. Nem közvetlenül most, de amikor készültél és jöttél ide, akkor használtál parfüm. Lab. Nem. Nagyon fúj a szél, cserepesedik az alja. Labello! Igen, de akkor mit jelent a valami lábium? Valami száj... Ajak. Hívjuk ajak. De nagyon jó volt. Annyi mindent tanulok. Válium meg a lábium. Akarsz még valamit tanulni? Nem! Jön még egy! Szerintem hétvégén hazamész a családhoz, és a testednek így fog ülni. Na, milyen szót mondjak? Igen. Na figyelj, Kata, akkor jöjjön. Tudod, hogy a leghosszabbat? Elmondom neked. Na, van még egy. Falangsz. Igen, szóval amikor én kicsi voltam, akkor is színésznő szerettem volna már lenni. De hogy ugye bár így milyen úton, módon közelítsük meg, ezt gondolkoztunk anyukámékkal, hogy hogyan kéne ezt így a gyerekben egy kicsit tudatosítani, hogy ezért ez nem egy egyszerű pálya, de hogy ugyanakkor megnézni, hogy mennyire érett, mennyire képes-e, és ezért anyukám elküldött engem egy betűző táborba. Ahol is ugye mindenféle érdekes szavakat tanultunk, és nagyon sokáig eljutottam, mivel hogy már a lábiumtól kezdve mindenen át, mindent tudtam, tehát hogy így már a versenynek a csúcspontján egyszer csak megjelent a következő szó, amit már nem látok, és már félge is fejtettem, falangsz, igen, a falangsz volt az, és szépen elkezdtem mondani, hogy kezdve falangsz, F, A, L, és itt elbuktam, mert mindenki falangsz BH-val íródott. Ez igen, Katácska. Ugye, mint ismeretes is tudni illik, na mi az? Na, mi jut eszedbe róla egyébként? Egyébként sok nem mondanám, hogy közel ezt jártál. Akartam mondani, hogy nagyon büszke én vagyok. Én is azt hittem, hogy más irányokba indulunk el. Nem másfajta. De nem. Tehát, hogy gyakorlatilag... Minek néztek ki? Az volt a háromban döbbenetes, hogy gyakorlatilag egy másodpercig sem beszélt arról a szóról. Tökéletes volt. Tehát kihúzzuk a, nagyon mit szép. Tudom én, ja, a második világháborút, és akkor hogy beszélünk a vörösingesekről? Hát a második... Na de... De mi volt a... Igen. Kurva jó volt. Köszönöm. Új perc. Új perc volt, képzeld el. És azt hittétek, hogy a falloszról beszélek? De csak mi ketten a darimban. De PH-val. PH-val, falosz. Falosz? Falosz a téni. Na, hát igen. Szerintem nagyon jó volt. Zseniális volt a tényleg. Mellébeszélésben valóban. Diplomás ez a tehetségem. Ez a terüssége. És így kis fúj, de ebben gyerekek. Van még. Ne idegesítsd. Bemelegítettünk most, és igazából mennénk tovább egy következő szintre lépni. Most azt gondolom, hogy most már kezdesz megérkezni. Most bánta meg a Kata, eljöttem meghívásunkra. A következő percekben olyan kis játékkal készültünk neked, ami nem nevezném kvíznek, ilyen kis pici ilyen feladványok. De, fejtörő. De fejtörő, de olyan nem olyan nehéz, nem olyan könnyű, vannak könnyebbek, nehezebbek, olyan... Hadd menjen, mit szólsz? Mehet? Igen, menjem. Hogy nem?
Elmondtuk, hogy... Nem mondtuk el. Ebbe a játékba ti is beszállhattok, kedves közösségünk, hogyha van hozzá kedvetek. Léci. A helyzet a következő. Látni fogtok a képernyőn egy nagyon, nem is egyet, hanem egy... Hát több lesz, majd látjuk, mennyi lesz. Igen, meglátjuk, hogy mennyi fér bele. Fejtörők, aminek mi már tudjuk a megoldását. Nem olyan nehezek. Abban a pillanatban, hogy megvan nektek a megoldás, tartsátok magatokban, és amikor megérkezik tőlünk a megoldás, és ti is eltaláltátok, akkor dobjatok egy szívecskét. Ott a szívecskékből látni fogjuk, hogy milyen sokan, mennyire elképesztően okosak vagytok. Tényleg nem nehéz, tök jó pofa, forogjanak az agykerekek, vagy hogy hívjuk ezt? Latekerlények, jó lesz az. Falax. Gondolkodjatok a agyaktokkal, gyerekek! Na figyelj, Kata. Na figyelj. Mi az, amit csak elkapni Náta. Lehet, de eldobni nem? Nézd! Oda néz. Hát nem igaz! Meg a szívecske se tudott megérkezni, szegények a kérdésre fogták fel, és már tudom. Hát ez nagyon jó. Ezt már ismerted. Nem, egyébként a kankót mondtam volna csak. Jó, megyünk tovább szerintem. Te moderáltad magad először. Figyelj, egy fiú leesett egy 50 méteres létráról. Mégsem lett semmi baja. Hogyan lehetséges ez? Mondhatom, uh-huh. hogy a legalsó fokról esett le. Hát nézd meg. Az igen, a helyzet, hogy Kata okos. Kata ennyi, készült. Ennyi. Nem ilyen nem tudjuk. Vezides, már egyáltalán. Na jó, hát vigyázz, hogy meggyanúsítanak azért... minket, hogy odaadtuk a válaszokat előre. Nem, nem vagytok annyira kedvesek. Figyelj, Szabó úrnak és Szabónénak négy lánya van. Mindegyik lánynak van egy bátyja. Hány gyereke van Szabóék? Tehát négy lányuk van, meg egy báty. Az hány gyerek? Öt. Szabó úrnak és Szabó nénak négy lánya van. Jó, de mindegynek... Mindegyik lánynak van egy báty. Bizony. Bizony mindegyik bizony. Lánynak van egy báty. Hát bizony, öt. Mert hogy? Mert van a négy lány, és van a legidősebb a báty. Ez az! Nem tudtunk csőbe húzni. Nem tudtunk csőbe húzni, pedig. Nézd már! Na jó. Figyelj! Öt gyerek van a szobában. Zsófi sakkozik, Márk rajzol, Gabi olvas, Máté filmet néz. Mit csinál Kitty? Majd számoljunk, ez hány gyerek? Ne segíts. Ne segíts, most látom, megérkeztünk. Ezt tetszik. Hey, de minit! Öt gyerek, Zsófi, Márk, Gabi, Máté. Így van, és mit csinál Kitty? Hát ott van. Ez az. De mit csinál? Ti is gondolkodjatok. Hát ő sakkozik, mert hogy nem egyedül sakkozik, Zsófi, gondolom. Oda nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Nagyon jó! Lát, nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy, tényleg. Na figyelj, jön a... Bravo. Király. Egy majom, egy mókus és egy madár versenyeznek. Ki ér fel először a pálmafa legtetejére? Ki lesz a banán? A majomé, a mókusé vagy a madáré? Pálmafán nincs is banán. Nézd meg! És ez csak így? Igen, nagyon jó. Van még valami csípőből. Ez azért jó, mert most ezt elkönyveltük, hogy ez könnyű, és a következő vendég ódákat fog zengeni róla. Igen, nekem azért megvan az a pillanat, hogy egy időben az Ernő ezekre rákattant, és elkezdte feltenni Insta-sztoriba. És volt olyan, amikor a Dani felhívott, emlékszel arra? Te a harmadiknak mi a megfejtés? Tiszta ideg azt volt. Azt nem raktam be ide most. Ideg volt. Kár pedig az következőre. Hoztuk egy telefonbeszélgetés, amit igen. Szia Ernyőkém, és onnantól ki is lehetett volna simpolni az egészet a végéig, mert... Ne mondjátok, hogy következőre ez lesz a játék, mert senki nem jön el hozzá. Azt szólok a többieknek, hogy legyen. Ugye, az a helyzet, Kata, hogy nagyon magasra tetted a lécet. Bizony. Tehát... Úgyhogy gratulálok. Nyilván feltételezzük, hogy menni fog minden ide, hogy ilyen gyorsan. Hát, na. Úgyhogy nehéz lesz most mondtok kitartani a műsoridőt. És amúgy hogy vagytok? Figyeljetek, én azért közben elmondom, hogy mi még itt még egy kicsit beszélünk, és a nézőink kicsit rámelegszenek. Rapid kérdések jönnek, és mindig olyan lassan mertek kérdezni, úgyhogy gyorsan izzítsátok a telefonokat, billentyűzeteket, és tudjátok, a rapidnak egyébként, Kata, az a lényege, hogy jön a kérdés, mondjuk. Minél rövidebben, minél tömörebben válaszunk, minél többen sokban. De így, hogy minél unottabban is. Jön az van, engem mond. Amúgy jól érzed magad, Kata? Nagyon jól érzem magam. Nagyon jó. Annyira ez jó. Ez volt az a nézés, láttam? Hoztam neked inni. Nagyon kedvem, ezt mondd el még egyszer, ezt a nézést így. Nagyon jól érzem magam.
Igen, ettől szoktunk zavarba jönni szerintem, hogy nem tudod, hogy én most... Én nem, mert én tudom, hogy ez a... Az arcomra van írva, pedig mit érzem. Én megmondom őszintén, legelején, amikor bekerültem a sorozatba, akkor én nem tudtam akkor tenni. Kicsit megijedtél. Igen, tehát ettől az arcon ebből kaptam, és nem tudtam most, hogy... Aha, jó, komolyan? Szóval, igen. Tehát, jaj, de jó. Igen, volt. Sajnálom, hogy lelepleztem magam. Na szóval belecsapunk, Darinka. Igen, csak tudod, ilyenkor mindig van egy kis felhőkérdés, lassan. Igen, van egy pici csúszása ahhoz képest, ami itt van. Térjünk vissza a hörögésre szerintem. Anna, bíztam benned, szerettelek, keblemen dédelgettelek. Való igaz. Miért? Nevellek, mint a gyermekemet. Kisebb panelházára benne van. Nem tudok hörögni. Jó, alapvetően te így a mindennapokban egyébként vidám szoktál vagy. Szoktál hörögni? Kezd a dolog egy kicsit jó. Csak erről beszélünk, csak erről. Na jó, most elmentek a lányok, beszélgethetünk végre. A hörögésről. Vidám vagy, oda tud vágni nagyon valami a padlóra, hamar fölállsz, ha igen, pozitívan nézed, mindenki menjen a büdös francba. Tehát, hogy mik a... Hogy képzelünk el téged, amikor egyszer csak valami olyan van, öröm, bánat? Én alapvetően nagyon vidám természetű vagyok, meg én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a környezetemben lévők jól érezzék magukat. És ezáltal én is még jobban érzem magamat. Hajlamos vagyok néha, amikor mondjuk rossz dolgok történnek, akkor az első gondolatom az, bármi legyen ez, mondjuk az autón fura hangot ad ki, vagy világválság van, hogy Istenem, ez is csak velem történhet meg. Aha. Tehát, hogy azért így minden tulajdonképpen miattam van, akárhogy is nézem a világban. De ezen általában azért igyekszem túllendülni, és akkor így fókuszálni a probléma megoldására. De én tényleg, tehát hogy az, amikor nekem úgy minden ok nélkül rossz kedvem van, vagy nyűgös vagyok, az nagyon-nagyon ritkán van. Uh-huh. Úgyhogy én úgy igyekszem ilyen pozitívan megboldogni. És ha mégis valami csoda folytán nyűgös vagy bajod van, akkor kihez fordulsz legelőször? Ki az, akit először felhívsz? Az anyukámat. Gyűzer Tamás. Nem akarok belétek folytani a szót, jönnek? De záporoznak. Oké, akkor elkezdjük, jó? Jóban, rosszban. Oké, hát akkor csapjunk. Én olvasni fogok, de nem biztos, hogy közben gondolkozom is. Tehát, hogyha már megtörtént, akkor csak mondjuk, hogy ez már megvolt, jó? Jó. Kinek, na ezt pont tudom, de azért elolvasom, kinek a szerepét játszanál, de szívesen, Alex. Választasz másikat, ha akarsz, addigra. Kata, melyik vizsgád volt a legnehezebb eddig? Politika, tudomány. Nagyon ügyes voltál, Kata. Kivel szeretsz leginkább együtt dolgozni? Anna. Jaj, cukor. Kata, ilyen előtt mit dolgoztál? Egyetemre jártam. Akkor én megkérdezem, milyen szak? Kommunikációs média. Az évek során melyik a kedvenc forgatási jeleneted? A táskába hányos természetesen. Hány éves vagy? 30. De ez neked bajod van? Nem, csak hirtelen 20 jött a nyelvemre, és aztán tudatosult bennem, hogy no. És mikor leszel 30? Már betöltöttem 30. Fel sem köszöntöttél? Jó, most visszakeresem, jó? Én hány éves vagyok? 25 természetesen. Egyébként nálam a 25 volt, ahol megálltam. De nem szándékos, hanem mentem castingre, és akkor mondtam, hogy nyári Darinka vagyok, 25 éves. És akkor így álltam, és azon gondoltam, de várjunk már, 30 valamennyi vagyok, de mennyi? Ott kéne megállni. Azt hiszik, hogy én mindig kiszámolom? Nem, fogalmi. És mindig el vagyok csúszva az évekkel, ha? És mindig utána kell számolnom, hogy most mennyi leszek? Most nem mondom ki, mennyi leszek. Tehát nyilván 50. Jaj. De hogy mindig ki kell számolni, mindig egy éve vagy egy csúszás vagyok. Igen, a 25 az akkor, mert 25 éves. Másodszor. Igen. Na, szóval, nem tudom, ki volt a legjobb malacka? Én. Hát persze! Hú, várjál, ezt a kérdést nem értem. Anno volt, hogy Balást elküldték Várpalotára, ez honnan jött, hogy oda? Várpalotára? Nem ki értem. A Balázs? Nem tudom. Ez menjük lehet, tovább. Igen. Van kedvenc színészed és filmed? Meryl Streep, Mamma Mia. Na. Láttuk együtt. A lányomról beszélgethetsz erről. Mi a véleményed a karakteredről? Szeretem, de egy picit túl sok nekem. Mindig ilyen jókedvű vagy? Nem nagyon... a mennyiség sok. Igen, nem. Az írók néznék, akkor, igen, akkor nem. A mennyiség. Szóval, te mindig ilyen jókedvű vagy, nagyobb pozitívas személyiséged. Igen, és köszönöm. Na, mikor volt az első tényleges párkapcsolatod, hogy ért véget? Az első komolyabb párkapcsolatom, ami összeköltözéses volt, az...
19 éves, 20 éves koromban volt, és az tartott másfél évig, és hogy mikor ért véget, vagy hogy ért véget? Hát, hogy ért véget. Én szakítottam, igazából nagyon nem voltam még megérve egy ilyen komolyságra, azt gondolom. Kivel vagy közös öltözőben? Annával, Madár Verával, a rezidensekkel, Tóth Zsinórával, Diával. Hú, ki van még? Ez nem ennyi. Az az a kupis öltöző. Az van mellette, és mindig át szoktam dörömbölni, hogy kus legyen! Csak a rockzenét szereted, kedvenc együttesed? Rammstein. Tesónak a kedvence a Rammstein. Most mondjál valami durva film. Gorgorot. Gorgorot. Nem tudom, például a My Chemical Romance-t nagyon szerettem, amit tudom, hogy nem metal, meg inkább ilyen emós vonalon mozog, viszont azt nagyon sokat hallgattam 10 éves koromban, és most megint elkezdtem a kocsiban. Hát, Brunóval még összejöttök újra. Igen, ha beleszólhatnál, várjatok, ez hosszabb lesz, ha beleszólhatnál a forgatókönyvbe, változtatnál valamit Patricia karakterén, milyen sztorit írnál neki, amit szívesen eljátszanál? Na most mondd! Egyébként én sokkal több orvosi sztorit írnék magamnak, mert nekem nagyon tetszettek mindig, amikor műtöttünk, vagy volt egy beteg, akinek meg kellett mondani, hogy mi baja van, diagnosztizálni, ezt így mondják, tehát hogy azt mindenképpen, illetve én úgy lennék egy kicsit kavarósabb. Tehát, hogy így mint mondjuk az Emőke karaktere, vagy mondjuk a Tócsi, szeretném egy picit így jobban megcsillogtatni a fogamat. Ide is eljutottunk, hogy Emőke karakterére valaki fél. Igen! Na, azt szegény. Nem mondtam! Nem félje, hanem hogy na. De hogy igen. Nem, őt nagyon gyepálja. De nagyon jó, egyébként Nagyon jó, múltkor Vilma is nagyon szerette, hogy már jött fecsegni. Ujjj, akkor Vilmának meg felcsillan. Emőke megjött, na, akkor tuti valamit kavar. Na, de mit sportolsz? Személyi edzőhöz járok online, ez most igen furán hangzik, de hogy igen, ilyen sajátes súlyos, súlyzós edzésekre. Nagyon ügyes vagy és kitartó. Igen. Milyen nehéz volt az orvosi szakszavakat megtanulni? Nagyon, nagyon rendkívül. Ez egy totál korrekt válasz. Mikor szeretnél gyermeket? Hogyha most besikerülne, akkor már... Besikerülne? Akkor így nem. Mondod ezt? akkor nem szomorodnék el, de hogy egyelőre még nem tervezem. Van egy érdekes kérdés. Mi az, amit megbántál az életedben? Nincsen egyébként olyan, amit megbántam, mert nyilván ez egy klisés mondat, de hogy minden oda vezetett, hogy most itt lehessek veletek. Az első klisé, nem, ez tök fontos. De szerintem vannak egyébként olyan dolgok, amit lehet, hogy az ember úgy gondol, hogy változtatna rajta, visszamehetne egy picit. Igen. Nem nagyon, egy picit talán tekerni rajta. Nekem egyébként nem nagyon van ilyen, hál' Istennek. Tök jó. Az nagyon jó. Szegál László csak azért tette fel szerintem ezt a kérdést, hogy nekem ki kelljen mondani ezt a szót. Vonz a meteorológia téma. Neki sem tudtam mondani, ne. Meteorológia téma. Nem. Mondom, hogy csak azért mondod. Jó, Slayert szereted, Kata? Slayer! Mi az? Várj, ezt jegyezzük meg. Egy zenekar, Slayer. Slayer. Szevasztok. Na hát itt van a 10 év, látjátok? Nem. Itt a 10 év. A Slayer. Nem a kedvencem, de hallgattam, igen. Nagyon korrekt. Slay, ne haragudj, én. Slay me to the moon. Tényleg ezen fogtok szivatni. Dehogy is. Nem, olyan bátor, hogy olvasod a kérdéseket. Még bármi Na most jön a kedvencem, amit soha nem tudok kimondani, pedig szeretem a műsort, és nem azért, mert a TV2-n megy. Nézted a Dancing with the Stars-t? Kimondtam. Ha igen, kinek szurkoltál? És ez mindannyiótoknak szól, nem csak Katának. Ez fáj egyébként. Igen, néztem, és Tóth Dávidnak szurkoltam, mert neki már az Exatlonban is szurkoltam, úgyhogy... Igen. Néhányan vannak ezzel még így, nem? Mondjuk, bocsánat, én pont nem. Ati nézett? Én a Pásztor Annáéknak szurkoltam nagyon, szóval nagyon ügyesek voltak. Meg az Anna személyisége, nem tudom, nekem olyan közel áll hozzám. Mi is, és nagyon Pásztor Annások voltunk. Szerintem mi minden héten másnak szurkoltunk. Én Détel, Baranya Dávid. Meg én kérek
elnézést a kisraminak. Igen, mert azért mi haza beszéltünk egy kicsit az Encivel meg a Dáviddal, de azért hozzá kell tennem, hogyha mi azt mondtuk volna az Ernővel, hogy mondjuk nem nézzük meg azt a műsort, akkor a Zuzu lenyakozott volna minket, mert hogy ez volt a program, hogy ülünk és nézzük, és egyébként... Igen, mi tényleg nagyon lelkismeretesen minden részt láttunk. Hogy látod magad 10 év múlva? Pont annyi leszel, mint én. Remélem, hogy csak óvatosan. Hasonlóan jókedvűen, egy csodálatos családdal, egy gin tonikkal a medence szélén. Szájjára. Valahogy így. Utolsó kérdés. Ha fiatalabb a pasi, aki udvarolna neked, zavarna, vagy csak az idősebb pasik jönnek be? Na, nézzük meg a... Hogy szia! Hány éves van? Igen. Nem egyébként... Szerintem nem. Na, azért nézd meg. Tíz év múlva pont ilyen lesz a szemed. Jézusom. De nyugodj meg, azelőtt 2 évvel is ilyen lesz a szemed. Szerintetek a férjem a ma esti műsor után is vállalni fog? Ugye, van egy lista most így készül folyamatosan, és hát raport lesz. Csak egyre jobban szeret. Szóval nem bukom az idősebb pasikra, mármint olyan értelemben, hogy mondjuk egy, nem tudom, nem 15 éve idős, tehát nekem nincsen ilyen apakomplexusom, vagy nem tudom. Ha fiatalabb lenne, nem, ja, valószínűleg zavarna. Igen. Eleve azért, mert szerintem a férfiak később érnek, lásd, itt az okni is vigyáznak. Nem csak úgy feltűnt. Mi a probléma az okni? Nem szeretnél a sushi? Általánosságban mondom, csak így eszembe jutott ezt így megosztani, mert műveltnek tűnök tőle. Nem, tényleg, de egyébként tényleg, tehát egy mondjuk egy 25 kötője, 28 éves nő és egy ugyanilyen korban lévő férfi között tényleg égés volt. Az a legjobb egyébként, hogy az Ernő ül és így bólogat, és ő nálam fiatalabb, de így ül és így bólogat, hogy égés föl. Nem, hát nekem itt a 25 évesen, itt az én legjobb barátaimmal baromira az volt meg a pálya, hogy menjünk el nyáron, kenúzzunk, menjünk fel Esztergomig, ígyünk tárcas söröket, és akkor én 25-28 éves. Mi volt még? Tehát ott már az van, hogy... Csak hogy az újságírókat kiszolgáljuk, mi volt? Ja, és a drága bulvár újságíró barátaimnak! Hogy van a Joy? A bulvár újságíró barátaimnak! Nem volt semmi. Nem, csak ezt akartam aláhúzni, hogy ez tényleg egy... Jaj, figyeljetek! Következünk a... Mondja csak, mondja. Igen, most azon gondolkozom, hogy most jön a kérdés, és gondolkoznunk kell. Akik 2 hete velünk tartottak, azok tudhatják, hogy kicsit változtattunk a telefonos játék kérdésen, és egy olyan kérdést teszünk fel, ami a mai adásban hangzott el. És nekem megvan. Na, akkor az tök jó, hogy megvan. Szuper. Ezt az elején el kellett volna mondanunk, hogy figyeljetek, de most kiderül, hogy ki nézett végig minket. Akkor és tudj meg, hát felállj, hogy tudj meg, kedves közösségünk! Ilyenkor szoktam teljesen indiferens dolgokról beszélni, hogy vagytok. Kérdezzek helyetted! Kata. Nem, megvan. Figyeljetek, a következő a kérdés. Volt róla szó, ugyan nem sokszor érintettük, de egyszer nagyon-nagyon-nagyon konkrétan elhangzott. Mennyivel idősebb Katánál a tesója? Hangos is fel a telefont, kérlek. Erre a telefonszámra várjuk a harmadik. Harmadik. Ezt úgy kéne, hogy tesómról egy kép is tippeljetek. Ami 15-nek néz ki. Tedd már arról a képet, az is van. Tehát a kérdés a következő. Mennyivel idősebb Katánál a tesója? De Kata anyukájának is nagyon örülnének, szóval ha róla is van kép, akkor... Hogy... Hajrá, hadd menjen a telefon, gyertek, ugye, csörök. Ugye, van egy pici csúszás, úgyhogy azért várunk így nagyon, föl de tudjuk, hangosítva. Hogy most érkezett el hozzátok körülbelül az információ. És tudjátok, a harmadik jó válasz nyer, hogy a harmadik telefonáló. Úgyhogy addig ne is mondjátok a választ, amíg a Dani nem mondja azt, hogy ti vagytok a harmadik. És elmondom a telefonszámot azoknak, akik esetleg úgy, mint a Darinka, kicsit távolabbra szeretik
figyelni a dolgokat. Tehát azt 70 a kell, azt tudod, hogy ők majd utána haza fognak menni, és te meg itt maradsz velem. Hoppá. Hopp. Halló, Slayer zenekar, tessék! Sziasztok! Hello! Szia, szép estét! Figyú csak, képzeld, azt kell neked mondjam, hogy gratulálok. Jaj, de jó, nem mondod de az első gonosz, vagy. Gonosz, de próbálkozzál. Köszi, hogy hívtál, csoki, csak. Szia! Olyan mocsok. De szanya vagy. Mert olyan cuki volt, hogy meg. De ez a játék, ez erről szól. Nekem. Igen, hát most Roland voltál. Igen. Fehér Roland, tessék. Itt meg a Petrányiné vagyok. Szia Marika, neked nem tudok. Marika. Nem, veled nem tudok. Figyú, második vagy. Igen, annyira ölelünk. Puszi. Szia. Szia, hello. Petrányi Marika az elejétől fogva megkérdőjelezhetetlen és szerintem vallásos követő. Aki most telefonál, és tudja a helyes választ. Igen, de elindul a műsor, és onnantól kezdve azt hiszem, mikor jön a telefonos kérdés, Most megsértődtem, nem veszem fel. Na gyerünk, én egy csomó jó... Miért tetted le? Hívd vissza. Miért tetted le? Nem hívunk vissza. Azt nincs a játékszobában, minket kell hívni. Nézve, kezdik. Ma Fehér Roland vagy. Nagyon. De nem. Ez még a lájtos, örüljünk neki, ez még csak ilyen lájtos. Hopp. Szlovákia. Halló, JR Storyx, szia, üdvözlünk. Szia. Hello, figyelj. Egészen frenetikus hírem van a számodra, mert te vagy a harmadik. Úgyhogy ha most... Nagyon... Nem. Mi köszönjük, hogy te vagy a harmadik, és hogyha jól válaszolsz, akkor a nyertes is. A helyes válasz 5-ben. Ez az! Nagyon jó vagy! Gratulálunk, jól figyeltél. Neked van tesód? Igen, van. És hányan vagytok? Egyen, ketten, sokan? Júj, de jó, és akkor azt mondja Kata, hogy akkor tudod, milyen érzés. És idősebb, vagy fiatalabb? Fiatalabb, szerencsére. Szerencsére, jó. Akkor te vagy az idősebb. Király, nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál. Fotózom. Jelentkezünk, és megy az ajándék. Ügyes voltál, nézzél minket tovább. Várja, fotózok egyet. Én is köszönöm. Nagyon gratulálunk neked. Gratulálunk. Nagyon gratulálunk. Szia, ciao, szia, köszi, hogy hívtál minket. Hello. Azt mondjuk el, igen, azt mondjuk el, hogy nyertél te is egy dedikált kártyát, illetve már elkészültek, de még nincsenek nálunk, nagyon szuper jóban rosszbanos ajándékok készültek. Bizony. Úgyhogy figyelj, érdemes lesz majd minket figyelni, mert nem csak az élő alatt lehet nyerni, hanem még valami izgalmat is tartogatunk nektek, majd a végén erről egy kicsit beszélünk. Parancsolj. Most beszéljek róla? Figyelj, elérkeztünk egyébként a műsor végén. Tényleg egyébként. Na látod, hogy nincsen feladvány sem. Képzeld, csak lazulj. Hozzunk még egy kis latint, egy kis szlájert. Maradt még egy valami, tehát adósok vagyunk még igazából a kedves közösségünknek. Nem rémlik, hogy mire beszélsz. Mik a szabályok? Teljesen lehet elmondani. Én is. Jó, hogy az annak jelentkezik. Ja, oké. Várom. Hogy most felkonferáljanak. Mindig mindig felszoktuk tenni a kérdést, hogy érezted magad nálunk. Nagyon jól, köszönöm szépen. És erre egy általános választ várunk. Nem, csak úgy is. Nem szörnyű, de volt már jobb is. Nem, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megint itt lehettem, vagy hát, hogy most itt lehettem. És szerintem te voltál eddig talán a legtöbb. A legjobb fej, az legjobb. Valószínű, mert ugye voltál a legelején, aztán volt nálad úton. Igen, de a legelején igen, a legelején dúlva voltatok, úgyhogy akkor nem, igen, akkor igen. És tulajdonképpen most is csak nem ért. Valaki lemondta? Nem, a Vera nem ért rá, szóta, hogy nem szeretné egyszer. A János nem mondta, mi? Nem szeretné ezt még egyszer. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Nagyon jól éreztük, nagyon nagy. Igen.
Miközben azért még gyorsan, mielőtt elbúcsúzunk, de még ha bármi benned maradt, akkor azt még hozd meg velünk. Nem marad benned. Meg akarod egy kicsit köszörülni a torkodat, és nyugodtan így áll, ha úgy érzed, hogy kiszáradt. Felkészülhetsz rá, még én elmondom, hogy figyeljetek minket, kövessétek az oldalakat. Kitettünk egy posztot nem olyan régen, egy karakter, egy kérdés címen, ahova nagyon-nagyon sok kérdést tettetek fel a sorozat különböző karaktereinek, színészeinek. Ebből készülni fog egy videósorozat, tehát hogy lassacskán, hogyha elkészül, már akkor úton már úton van. Kint lesz az oldalon, és meg fogjátok kapni személyesen a karakterektől, nem? Sarrát, a karakterektől! Kimondtam a meteorológiát, a karakterek nem mennek. Szóval, hogy meg fogjátok kapni a választ. Illetve készülünk egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dologgal, ami egy quiz lesz. Olyan kérdéseket fogunk nektek feltenni valamikor a jövő héten talán, tehát ezt még pontosan nem tudjuk mi sem, hogy mikor, amire csak akkor tudjátok a választ, hogyha megnézitek majd a TV2 Play-re felkerült válaszokat, videókat, úgyhogy ezek érdekességek lesznek a jóban, rosszbanról, ami számunkra is most azért sok-sok izgalmas számot fog takarni, mert hogy ezeknek utána kell járni. Olyan konkrétumok, amik általában nagyon érdekelnek titeket, és mi utána néztünk annak, hogy mi az, amit megoszthatunk, és tényleg nagyon érdekes. Igen. Nagyon érdekes számszerű dolgok lesznek, úgyhogy úsdj majd a tv2play.hu-ra, amikor fel, szólunk, hozzánk fel fog kerülni, igen, hozzánk felkerül a quiz, a Play-en a videó, és a szuper, jóban, rosszbanos ajándékcsomagot tudtok nyerni, amiben sok minden lesz, úgyhogy most már nagyon izgatottan várjuk, hogy mi is megmutathassuk nektek. Igen, és azért, hogy ne maradjatok le róla, mindenképp kövessetek be minket Facebookon, kövessetek be minket Instagramon, és kövessétek, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is, mert ott egyébként az összes eddig adásunk fölkerül szépen, és ott meg tudjátok nézni. Van, aki egyébként YouTube-on szereti végignézni, vagy vannak olyan pervezek, akik hét alatt ledarálják az összes adásunkat tőlem. Tehát neked például ajánlom, Kata, hogy nézd végig az összes eddigi adásunkat, egy hétvége alatt meg tudod nézni. Szerintem a Katának összerakhatnánk egy ilyen aranydobozot. Egy ilyen best of-ot. Igen, ez lenne a minimum, de jó. De mindenki kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a legfrissebb infókról. Én Renáta Jansz írásával szeretnék búcsúzni, azt kéri, hörögj. Hát Kata, ezt nem úszod meg. Köszönjük! És egy kis slide-et gondoljatok alá, Nagyon menő vagy! Jaj. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Tényleg bízunk benne, hogy most is jó hangulatban telt ez a hát 1 óra 20 perc, hogy mindenképp jól éreztük magunkat. Nagyon gyorsan. Hát nektek lehet. Úgyhogy találkozunk legközelebb is, újabb vendéggel, ismét a kanapén. Körülbelül 2 hét múlva, addig pedig kövessetek minket Facebookon, Instán, iratkozzatok fel YouTube-ra, hogy ne maradjatok le a sok-sok izgalmas tartalomról, amivel készülünk folyamatosan nektek. Egy csoportos hörgés, vagy valami. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy puszi, meg pacsi, ölelés, és ne felejtjétek el, este van, az a Slayer. Sziasztok! Sziasztok!